Az elmúlt napokban ismét szaharai por érte el Európát. Az Észak-Afrika felől induló intenzív porkifúvásos epizódok során több ezer vagy akár több tízezer kilométeres távolságba is eljut ez a finom szemcsés poranyag, ami csapadékkal keveredve saras esőt is okozhat. A jelenség miatt az autókat is több centiméter vastag porréteg lepi be, és emiatt a gépjárműveket is gyakrabban kell mosni. Hát éppen ezért mostam le most az autómat, hogy ez a szarhajé por, ez olyan pici mennyiségű csapadékkal jött, és mégis annyira sáros volt, hogy gyakorlatilag gusztustalan az egész autó tőle. Egy másik férfi is arról panaszkodott, hogy mennyire beborítja az autóját a saras eső. Szarhajé por, vagy hallottam, igen. Én az autómon is tapasztaltam, amikor leső rásett, ha pöttyös volt a porton. A szaharai por mellett a térségben várható csapadékos időjárás is bosszantja az embereket. Az utca emberét kérdezve megbizonyosodtunk arról, hogy mindenki várja már a jó időt. A mezőgazdászok biztos örülnek az esőnek, mert az biztos kell. A résztünkről meg kivárjuk a jó időt. A nyáron legyen nyár, a tavasz legyen tavasz, a tél akkor tél, mondjuk azt most kimaradt, lehet már egy kicsit mediterrán ország leszünk. Senki sem örül a saras esőnek, hiszen miatta sűrűbben le kell mosni az autókat. Talán csak az autómosók tulajdonosai a megnövekedett forgalmuk miatt.